喂，请。Hát itt vagyunk harmadszor 3 órával a BKL előtt. Egy fáklyás BKL alakzatot fogunk formálni összesen 4000-re. Az első BKL az iraki háború első évfordulójára jött létre, konkrétan az iraki háború elleni tiltakozásul. A második mindenfajta háború elleni tiltakozásul, és a harmadiknál még tovább menjünk, és mindenfajta erőszak ellen tiltakozunk. Több hónapot dolgoztunk, hogy ez a nap eljöjjön, és remélem, hogy tényleg egy erős jelet fogunk tudni küldeni. Azért vagyok itt ismét, mert a tavalyi BKL számomra az egyik legnagyobb élmény volt az életemben. Csodálatos volt azt látni, hogy arra az estére, mintha az ellentétek és a feszültségek eltűntek volna, és az ezévivel az a célom, hogy azt a 150 embert, akit most idézőjelben koordinálok, szóval, hogy nekik megadhassam ugyanezt az érzést. És azt szeretném, hogyha ők is, és minél többen rájöhetnének arra, hogy lehet más a világ, hogy megéri erőszakmentesen élni, és hogy sokkal több dolgot el tudnánk így érni. Nagyon sokan kérdezik, hogy és szerintünk akkor valamit ezzel el fogunk-e érni, megszűnnek-e a háborúk, megszűnik-e az erőszak a világon. Nagyon jól tudjuk, hogy ettől nem fog semmi megváltozni. Ennek a demonstrációnak az a célja, hogy adjunk egy jelet. Egy jelet azoknak, akik egyetértenek velünk, tudják, hogy nincsenek egyedül. Számomra BKL egy lehetőséget jelent. Lehetőséget arra, hogy ha nem is tudok évközben részt venni a különböző humanista találkozásokon, az évben egyszer mindenféleképpen valamit tegyek azért, hogy béke lehessen ezen a földön, bár tudom, hogy ez rendkívül nehéz feladat, illetve nagyon bonyolult dolog. Én nagyon örülök ennek, hogy most kint lehetek, mert a társaság az rendkívül jó, a hangulat is nagyon jó, és nagyon sok új barátot tudok szerezni, úgy érzem. Hatalmas lesz, folynak az előkészületek, mindenki szerintem izgul. Mit itt ma este fogunk csinálni, az egyáltalán nem egy ilyen természetes vagy könnyű dolog. Akkor 4000 ember fogja magát, kijön ide a térre, kiáll az erőszak ellen. Az érdekes még szerintem az idei békéjel kapcsolatban, hogy van egy nagyon erős politikai üzenete is, tehát hogy ez most már nem csak egy ilyen, tényleg ez a fiatalos lázadás, vagy egy ilyen bulizni és békét szerető fiatalok, ahogyan néha látni szeretnének minket. Tényleg arról van szó, hogy egy erőszakmentes erő van születőben, ami még hogyha lehet, hogy nem látszik, vagy csak a csírái vannak meg, de szerintem ma este ezt itt meg lehet tapasztalni. Vagy... És szerintem ezért ez az idei béke, ez egy nagyon érdekes pillanat, hogy erre hogyan reagál a társadalom, de meglátjuk, ha itt lesz 4000 ember, az nagyon reménykeltő lesz. Nagyon-nagyon örülök, hogy találkoztam ezekkel az emberekkel, és felfedeztem azt, hogy tudok valamit tenni én is, és nem csak otthon ülhetek, és reménykedhetek ezekben a dolgokban. Már terül el a 2006-os békejelnek az eleje, a kezdete. Most gyülekeznek az emberek, nem sokára fáklyagyújtás lesz. Egy békeceremónia fog kezdődni, aminek az a célja, hogy segítsen az embereknek kapcsolatba lépni a legjobb törekvéseikkel és a békevágyukkal, és hogy közösen megfogalmazzunk egy kérést.
egy erőszakmentes világért, és azért, hogy képesek legyünk az erőszakot legyőzni. Békejel 2006 nem csak méretében, de üzenetében is erőteljesebb, mint az eddigiek. Hiszen egy nagyon erőteljes üzenetet fogalmaz meg, nem csak az iraki háború ellen, hanem az erőszak minden formája ellen. És egyben egy felhívás mindannyiunk számára, hogy ne támogassuk azokat a politikusokat, akik nem támogatják a békét, illetve hogy szerveződjünk és hozzunk létre egy aktív erőszakmentességi mozgalmat Magyarországon. A békejel talán annak a keresésnek és nyugtalanságnak a kifejeződése, melyet egyre többen érzünk nap mint nap. Valami azt súgja nekünk, hogy kell, hogy legyen egy másik út. Bármilyen észszerű magyarázatokat is kapunk az erőszak igazolására. Valami azt súgja nekünk, kell, hogy legyen egy olyan út, mely a szétesés és a zűrzavar helyett összhangot és reményt teremt. Időnként ez a valami megmutatja magát a történelemben és a személyes életünkben. Ebben a világban, melyben a személyes kapcsolataink is napról napra kegyetlenebbé válnak, és napról napra kegyetlenebbül bánunk saját magunkkal is. Hogyan hallgatnánk meg a béke hangját ebben a hihetetlen zajban? Ezt a hangot akkor hallod, amikor legyőzöd magadban az erőszakot, a bosszú vágyat és a győzni akarást. Akkor hallod, amikor egy pillanatra fontosabb lesz számodra a másik ember jólléte, mint te magad. Akkor hallod ezt a hangot, amikor hitet szerzel önmagadban, a körülötted lévőkben és egy emberibb jövőben. Amikor valami nagy jóságot és inspirációt érzel. Akkor hallod, amikor úgy érzed, hogy valami összekapcsol a többi emberrel. Erősítsük most fel ezt a hangot magunkban és egymásban. Képzeld el, hogy a békéjel nem ér véget ezen a napon. Nem ér véget bennünk, hogy nem csupán egy egyszeri alkalom évente, hanem az új nemzedék, egy új társadalmi erő és új kultúra kifejeződése, mely át fogja alakítani ezt a világot. Thank you.